Üdv! Ez a videó most csak azoknak lehet érdekes, akik videót vágnak Mac-en, iMovie-t használva és az exportálást megszakító képkocka renderelési hibaüzenetekre keresnek megoldást. Kétféle hibaüzenetet és módszert is bemutatok. Az elsőt az újabb verziókban tapasztaljuk, és ennél gyorsabban megleljük a rendellenesség helyét. Lássuk a jelenséget a 10.1.16-os verzióban. Megkíséreljük megosztani a két videót a YouTube-on, ami lényegében egy exportálási folyamatot majd feltöltést jelent. Idővel megérkezik a kiábrándító értesítés, a megosztás sikertelen. A részleteket megtekintve próbálom kideríteni az okot, a tájékoztatás közli a problémás képkocka számát. Nekünk viszont azt kellene tudnunk, az idővonalon hol helyezkedik el. Ezt könnyen kiszámolhatjuk az FPS érték ismeretében, ami sanszos, hogy 30. Ha bizonytalanok vagyunk, nyissunk meg egy korábbi hasonló exportunkat QuickTime Player-ben, majd az ablakmenü videóvizsgáló megjelenítése pontja alatt ott található a kódolt FPS is, ez most egész pontosan 29,97, egy kis matek. Ismert a képkocka száma, valamint az FPS érték. Előbb itt az utóbbival elosztva megkapjuk, hány másodpercnél jelentkezik a hiba. Nálam 29-11-nél lesz a gond. Oda megyek, megkísérlem ott lejátszani, a szerkesztő maga szerencsére nem omlik össze, de a probléma érzékelhető. Egy kis fekete bevillanást tapasztalok. A másik programban egyébként egy pillanatra eltorzult a kép. Vélhetően akkor ez a kritikus rész. Nem a projekt szerkezete nyelt be egy kis bugot, hanem valamelyik média anyagunk tartalmaz hibát. A netces szakaszt el kell távolítanom. A klip kettéosztása funkciót fogom használni a Command B gyors billentyűkkel. Kijelölöm mindegyik elemet, majd valahol a hibás rész előtt felosztom őket. Ugyanezt megteszem röviddel a hiba után is, majd az így kapott kis szeleteket kitörlöm. Ekkor persze lehetne rajta egy kicsit igazítani is, a lényeg, hogy kiszedtük a probléma forrását. Jöhet egy újabb megosztási kísérlet, melynek végeztével, ha mindent jól csináltam, a megosztás sikeres értesítést kapom, aminek már sokkal jobban örülök. A jelenséget csekkoltam a másik gépen futó 10.1.12-es programban is, ahol a megosztás szintén zátonyra futott, a hiba üzenete viszont más volt, kevesebb támpontot szolgáltat. Ugyanúgy vágást kellene alkalmaznom, de itt már nem utal semmi a hiba helyére. Mint mondtam, ez is orvosolható, csak ez a kissé időigényesebb metódus. Feltöltés helyett kiexportálom a projektet videófájként a gépemre, elég a legalacsonyabb minőségi opciókat kiválasztani. Nem meglepő módon az eljárás most is kudarcba fullad, ugyanazon okokra hivatkozva. Szerencsére ezeknek a fájloknak a struktúrája nem annyira kényes, így az exportált videónak egy része biztosan elkészült és meg is tekinthető. A tartalom hossza már árulkodik a hiba helyéről, valahol 29-17 előtt dobta fel a pacskert. És igen, megint kb. Oda jutunk, ahol az előbb is jártunk. Az érték amúgy nem egész pontos, ha jobban elemezzük a videó végét, látjuk azt is, hogy kb. 29-11 előtt megmerevedik a kép. Tehát egész pontosan ott ütött be valami. Ami ezután következik, az már semmiben nem tér el a korábbitól, megvan a kritikus rész, kivágjuk és mehet a megosztás. Amennyiben esetleg több ilyen rész is előfordulna a projektben, akkor pedig újra és újra ezt ismételjük, amíg hibátlan nem lesz. Ennyi lett volna a probléma megoldása, valószínűleg nézettség tekintetében ezzel most egy negatív rekordot állítok fel, de ha csak egy ember lesz a jövőben, akin ez a videó segít, akkor már megérte.